estét kívánok, kezdődik az Oxigén Televízió híradója április 28-án csütörtökön. Tragédia Győr belvárosában, egy idős asszonyt ütött el egy busz ma délelőtt a Szent István úton, hamarosan erről is lesz szó adásunkban. De beszámolunk arról is, hogy bemutatták a Négy Vármegye című két nyelven íródott könyvet Győrben. Rögtön jönnek a részletek, kezdődik a híradó. Busz sodort el egy gyalogos csütörtökön délelőtt Győr belvárosában. A teszt üzemben lévő jármű egy 73 éves idős asszonyt ütött el, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Ez a még tesztüzemben lévő új busz sodort el egy idős asszony csütörtök délelőtt Győrben a Szent István úton. Úgy tudjuk, a még próbarendszámos jármű Győrből Moson-Magyaróvár felé tartott, amikor a zebrán elütötte az éppen átkelni készülő idős nőt. A helyszínre érkező kollégáim megállapították, hogy a Baross út irányából Abda felé közlekedő tesztüzemű autóbusz, amely a Szent István úton haladt, egy gyalogos átkelőhelyhez érve elütött egy éppen áthaladó 73 éves hölgyet. A baleset során az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Információink szerint a busz már a piros jelzés ellenére hajtott át a kereszteződésen, azt viszont nem tudni, hogy a gyalogosnak zöldet mutatott-e a lámpa. Az eset körülményeit a győri rendőrkapitányság vizsgálja. Bemutatták a Négy Vármegye kincsei című kiadványt csütörtökön délelőtt. A megyeri kumokat felsorakoztató kötet magyarul és szlovákul jelent meg. Olyan helyi értékekbe enged bepillantást, mint például a győri kékfestők munkássága, a Kisalföld Néptánc Együttes vagy a Rába közi hímzés motívumok. Négy Vármegye kincsei, ez a címe annak a kiadványnak, amely Győr-Moson-Sopron megye értékeit mutatja be két nyelven. A kötetet a megyei önkormányzat egy szlovák-magyar együttműködési program részeként jelentetett meg. A cél az volt, hogy az érdeklődők minél részletesebben megismerhessék a térség sokszínű értékeit. Alapvetően ez a 2020-ig összegyűlt megyei értékeket tartalmazza, de nem katalogizálva, nem egyfajta virtuális útikönyv akar lenni. Tehát a könyv tematikája akként épül fel, hogy tulajdonképpen egy Győr térségéből elindulunk, megtekintjük az értékeket, majd a Sokoró vidékére elindulunk dél felé, aztán elindulunk nyugatra a Rába köz, majd Sopron irányában, és aztán végül is a könyv visszakanyarodik sziget közben az én szűkebb otthonomba, és ott zárja le ezt a virtuális utazást. Ez az akkor meglévő értékekkel, de hangsúlyozom, ez folyamatosan bővíthető, tehát ez egyfajta hangulatot akar adni, egyfajta képet akar adni, nem véletlenül a kötetnek a kékfestő az alapmotívuma is ahhoz kapcsolódik, a Hövei Csipke, hiszen a kékfestő az részben Győrhöz kötődik, és most már az UNESCO szellemi világörökségének is a része, tehát reméljük, hogy nem sokára hungarikummá válik. Több mint 100 megyerikum található a csaknem 3400 példányban elkészült kiadványokban, amely online formában a megyei önkormányzat honlapján is elérhető. Ezek a könyvek, ezek nagyon jól be tudják mutatni azt, hogy milyen értékekkel bírunk, hogy ide érdemes jönni turistaként is, és hogy itt nagyon jó ki lehet kapcsolódni, és tulajdonképpen azokat a turisztikai destinációkat, amelyeket most nem mernek vállalni, vagy valamilyen szinten kockázatosnak ítélnek az emberek, azok helyett jöjjenek ide a megyénkbe, és költsék itt a pénzüket, és töltsék itt az idejüket, és egyébként ez a könyv, ez elektronikus formában is elérhető, tehát ilyen szempontból nem csak fizikailag megtapogatható papírváltozatban, hanem e-book formájában is a megyei önkormányzat honlapjáról elérhető, tehát tulajdonképpen a teljes világnak be tudjuk mutatni azt a kincset, ami itt a megyénkben rejtőzik. Mint elhangzott, magyar-német változatot is terveznek a kötetből, hogy még többen ismerhessék meg Győr-Moson-Sopron megye büszkeségeit. A felmelegedés hatására felerősödhetnek az allergiás tünetek, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Mint írják, a pollen szezon tavaszi csúcsa már tetőzött, azonban az allergiások továbbra is jelentős terhelésnek vannak kitéve. Egyszerre több mint 20 allergén növény pollenje található meg a levegőben. Jelenleg Győrben is a legdominánsabb a platán, melynek virágpora közepes, magas mennyiségben van jelen a levegőben. Az ország számos pontján megjelentek a pázsit fűfélék pollenjei is. Allergiás tüneteket okozhat még a nyír, a tölgy, a juhar, a fűz, a ciprus és tiszafafélék, valamint a kevésbé jelentős allergének közül az ostorfa, a dió, a gyertyán és a bükk pollenjei is. Ismét egy megdöbbentő videót tett közzé a Magyar Közút közösségi oldalán. Az eset az M1-es autópályán történt,
A videóból jól kivehető, hogy az utánfutót húzó autó sofőrje hirtelen sávot vált, majd félreáll a strádán. A baleset veszélyes manővert nem azért hajtotta végre a sofőr, mert műszaki gondja keletkezett az autónak, hanem azért állt meg, hogy az autópálya melletti orgona bokorról virágot szedjen. Az autós miután szedett pár szál orgonát, továbbhajtott. A GHG Győri Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a hulladékszállítás május 1-én változás nélkül történik Győrben és környékén. A szolgáltató azt kéri, hogy az érintettek a címeken a megszokottak szerint reggel 6 órára tegyék ki a hulladékgyűjtő edényeket. Hozzátették, a hulladékudvarok május 1-én ünnepnapon egységesen zárva lesznek. Ismét májusfát állított a Városi Diákfórum Győrben a Honvéd téren. A Kisalföldnek a Diákfórum alelnöke Haraszti Dóra úgy nyilatkozott, mivel az előző évi májusfa állításuk rendkívül népszerű volt, a Diákfórum úgy döntött, hogy az idén is felállítják a fát. Diáktársaikat arra kérték, hogy írják meg kedvenc idézetüket, dalszövegüket, amelyeket szalagokra írtak és felragasztják arra a 13 méteres magas nyárfára, amit a Kisalföldi Erdőgazdaság ajánlott fel. Az édesanyákról minden év május első vasárnapján emlékezünk meg, ilyenkor a legtöbben virággal lepik meg az anyukákat és nagymamákat. Ezen az ünnepen nem jellemző, hogy spórolnának a vásárlók, pedig a virágára 30-40%-kal megnövekedett az elmúlt időszakban. A legnépszerűbb a boglárka és a pünkösdi rózsa. Ebben a győri virágüzletben rengeteg színű és fajtájú virág megtalálható a hófehértől egészen a kék vagy a szivárvány színű változatig. Anyák napja az egyik legforgalmasabb időszak a virágboltban, ezért nagy a választék. Idén leginkább a vágott virágot keresik a vásárlók, de még mindig sokan viszik a cserepes orchideát is. Az anyák napja egy olyan ünnep, ahol nagyon nem szoktak spórolni a vásárlók, ettől függetlenül igyekszünk mindenki igényét kielégíteni, tehát hogy ne az legyen, hogy csak drága virágunk van, vagy csak olcsó. Megpróbálunk minden szekciónak eleget tenni, leginkább most a tavaszi virágok, ugye boglárka, pünkösdi rózsa, ezek mindig nagyon mennek. A cserepesből inkább a hortenzia, orchidea, szerintem igazából így nagyon, a rózsa, ami talán egy kicsit kezd kiszorulni, bár most azért abból is hoztunk ilyen extrábbakat, hogy mindenkinek legyen igénye szerint. A csokrok mellett a virágdoboz is egyre nagyobb divat anyák napján. Előnye, hogy tovább megmarad, mint a vázába kerülő virágok, és szinte bármilyen méretben kérhető. A színek tekintetében az idei sláger egyértelműen a pasztel és a púder. Rózsaszín, pasztelszínek, akkor a fehér, halványlila, nem az erős lilák, hanem a halványlila. Szerintem ezek inkább tényleg ezek a friss üde púder színek, amiket így nagyon szeretnek a vevők. Meg hát az örök klasszikus a zöld-fehér, de azért vannak extrém esetek, amikor kicsit színesebbel is lehet dolgozni. Aki ezen az ünnepen virággal szeretne kedveskedni szeretteinek, az a tavalyihoz képest idén 30-40%-kal magasabb áron juthat hozzá a növényekhez. Nagyon magas lett a virágára, meg még minden más egyéb járulékos költség miatt. Viszont én azt gondolom, hogy az átlag vásárló az ilyen 5 és 20 ezer forint között tud vásárolni. Édesanyáknak mindenképpen visznek. Alsó hangon szerintem ebbe a szezonban szerintem egy-két csokor az a minimum, de inkább több. Ebben a virágüzletben minden csokor mellé automatikusan jár egy kis zacskó is, amely olyan szert tartalmaz, ami növeli a növény tartóságát a vázában, így a megszokott 6-7 nap helyett jó pár nappal tovább csodálhatják virágaikat az édesanyák. Együttműködési megállapodást kötött egymással a Széchenyi Egyetem és a GVSE vízilabda csapata. Mindez azt jelenti, hogy azok az élsportolók, akik nem akarják feladni pályafutásukat, egyéni tanrenddel folytathatják tanulmányaikat egy sikeres felvételi után a Győri Egyetemen. Ógás Zsolt, az OB1-es csapat vezetőedzője szerint ez akár egy plusz szempont is lehet, hogy az érettségi után is bátran folytassák a játékosok a sportpályafutásukat. Azt szeretem használni, hogy a párhuzamosság maradjon meg, tehát hogy a sportkarrier is és a tanulás is megmaradjon. Hozzá ezekhez a megállapodásokhoz az egyetemi támogatások nagyon jó programok, hisz a sportolónak a saját maga ritmusa, versenynaptár, vizsgai időszak, tanórák segítenek beállítani a programját, a napi menetrendjét, és talán mind a két frontot hely tudnak állni.
Mi az, amit ilyenkor egyébként a klubnak engedni kell? Van olyan rész, amikor azt lehet mondani, hogy most jobban oda kell figyelni, az egyetem az rendben legyen? Hát, mint egy versenynaptár, úgy kell kezelni az egyetemi naptárat is. Tehát vannak könnyebb órák, nehezebb órák, könnyebb vizsgák, nehezebb vizsgák. Tehát itt, amit az első tapasztalat ebből az egyébből kiszűrtünk, ugye egy-két órára azért hiába van egyéni tanrend, azért be kell menni, és a vizsgai időszak az ugyanúgy, mint egy versenyidőszakban, jobban oda kell figyelni, hogy egy kicsit kienged jobban, hogy akkor engedjük, hogy a tanulásra készüljenek, és csak az edzések azok egy más mederbe mennek. Persze cserébe van akkor, hogy egy tétmérkőzés előtt, vagy egy playoff mérkőzés, vagy merk előtt pedig a sportra figyelnek jobban, és az iskola van egy kicsit háttérben. Látszhatod egyébként a vízilabda eredménye, hogyha mondjuk sikerélményt hoz valaki az iskolából? Szerintem minden sikerélmény látszódik, tehát az is egy ugyanolyan sikerélmény, én is jártam iskolába, én is vizsgáztam, tehát egy vizsgaidőszakon túl lenni, egy vizsgán túl lenni, az ugyanolyan katarzis érzés, mint hogy egy mérkőzésen győzelemmel jön ki az ember, vagy jól teljesít, akár egyéni sportról beszélünk. Átigazolás időszakban mennyiben lehet ez egy fontos szerep, hogy gyakorlatilag az egyetemet is fölkínálhatja a klub olyan játékosoknak, akik éppen mondjuk pályaválasztás vagy iskolaváltás előtt állnak? Ez egy plusz, így van, ez egy plusz motiváció lehet, egy plusz tényező, hogy ilyen klubokat, vagy jelen pillanatban a vízilabdában netán Győrt válasszák. Egy helyen mindent meg tud valósítani, nem kell választani a sportja és a tanulmányai között. Ez biztos, hogy segítséget jelent, és biztos, hogy vonzóvá teheti egy klubot, vagy egy egyesületet, vagy egy sportágat, akinek erre a lehetősége van. Két mérkőzésre is eltiltották az Audi Eto és a Ferencváros edzőjét is, Ambros Martint, a győri Audi Eto KC szakvezetőjét és Elek Gábort, a címvédő Ferencváros női kézilabda csapatának vezetőedzőjét is. Két bajnoki mérkőzésre eltiltotta a Magyar Szövetség Etika és Fegyelmi Bizottsága. Április 14-én az FTC Győr mérkőzésen másfél perccel az első félidő vége előtt a két vezetőedző összeszólalkozott a pálya szélén. Tetlegességre csak azért nem került sor, mert idejében szétválasztották a két vezetőedzőt, akik 2016-ban együtt irányították a magyar válogatottat. A két edző meghallgatását követően az illetékes bizottság a két-két meccsre szóló eltiltás mellett 200-200 ezer forintra is megbüntette az érintetteket. Pénteken a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de csak egy-egy helyen fordulhat elő átmenetileg jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, néhol esetleg erős lehet az északi-északkeleti szél. A hűvös hajnalt követően délutánra 17 és 19 fok közé melegszik a levegő. Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, de említésre méltó csapadék sehol sem várható. Csak néhol élénkülhet meg átmenetileg a szél, ismét hűvös lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet pedig 18 és 20 fok között alakul. Vasárnap a napsütést gomoly felhők zavarhatják, délen-délnyugaton elszórtan átmenetileg egy-egy zápor, esetleg gyenge zivatar is kialakulhat. A keleti szél többfelé élénk lehet, a maximumok 19 és 20 fok között alakulnak. Kedves nézőink, ez volt az Oxigén Média híradója április 28-án csütörtökön. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen figyelmüket. Friss híradóval holnap este ismételten várjuk Önöket. Én mára búcsúzom, a viszontlátásra.